örvendek, hogy Isten kegyelméből ma is ilyen sokan el tudtunk jönni, és együtt akarunk lenni az Úr Jézussal a Getsemáné kertjében. Bizonyára a lelki feltöltődés jelent számunkra is. Lelki gazdagodást minden alkalom, amikor Jézus lábához leülhetünk és hallgathatjuk az ő ígéjét. Azonban mielőtt ma este rátérnék az ige hirdetésre, örvendek annak, hogy megnyílt a szív és kérdés érkezett hozzám. Szeretném, hogy olyan közvetlenek lennétek hozzám, mint én, amilyen közvetlen vagyok hozzátok. Két kérdés van ezen a kis papírken. Az egyik kérdés az, hogy olyan bűnös, mint én, szerete-e Isten? Hát erre azt hiszem, hogy nagyon egyszerűen lehet válaszolni. Habár sokan kétkednek benne, de én csak azt mondhatom el, amit Isten mond el. Isten pedig azt mondja nekünk, a bűnösöknek, van egy nagyon szép igeversünk ezzel kapcsolatban. Az Ószövetségben is és az Új Szövetségben is csak egyet szeretnék mindeniből említeni. Az egyik Ézsaiás proféta első fejezetének a 18. verse. Azt mondja Isten, hogy ha a ti bűnöitek skárlát pirossak, fehérek lesznek, mint a hó, és ha ön vörösek, mint a karmazsin, fehérek lesznek, mint a gyapjú. János apostol pedig azt írja az ő levelében, ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsássa bűneinket, és megtisztítson minket minden hamisságtól. Hát vannak olyan emberek, akik ezt kétkedve fogadják, és azt mondják, hogy nem hiszik azt, hogyha valaki nagy bűnös, hogy Isten elfogadjon. Találkoztam ilyen emberrel is, azért mondom. Isten igény talán éppen ezért van így fogalmazva meg, hogy lehet az emberek azt mondják, hogy nem igaz, Isten pedig azt mondja, hogyha megolja is elhagyja bűnét, hű és igaz, hogy megbocsássa. Tehát mondhatnak az emberek, amit akarnak, mert a bűnbocsánat az Istenre tartozik, amit ellene vétettünk. Természetesen olyan is van, amit egymásnak kell megbocsássuk. Ellenben nem hallgathatom el azt sem, hogy elmondjam, hogy nincs olyan nagy bűn ezen a világon, amit legnagyobbnak lehetne nevezni. Vagy nincs olyan nagy bűnös ezen a világon, még akkor sem, tán, ha tömeggyilkos volt, akár csak Stalin, vagy Hitler, vagy hozzá hasonlóan mások sokan, akik százezrek, sőt millióknak az életét vitték a halálban. Hogyha megbánja bűneit, elhagyja és jóvá teszi, akkor hű és igaz, hogy megbocsássa. Isten nem a bűnök sokaságáért zár ki bennünket Isten országából, hanem azért zár ki, ha kint maradunk, mert egy bűn elég ahhoz, hogy kimaradjunk, amit nem rendeztünk el. Tehát nem kell sok bűn ahhoz, hogy a fizetés, a halál legyen, elég egyetlen egy. A feltétele annak, hogy oda jutunk-e vagy nem Isten országában, hogy megvalljuk-e bűneinket, megbánjuk, megutáljuk bűneinket, és ha olyan értelme, akkor jóvá is tesszük bűneinket, ezek a lépcsőfokok vezetnek a bűnbocsánathoz, a kegyelem befogadáshoz. És ha ezt megtettem, akkor Isten ígérete van számomra, hogy megbocsájtotta a bűneimet. A mennyországban nem olyan emberek lesznek a megváltottak, akik nem vétkeztek, hanem hozzánk hasonló emberek. Azt mondja a próféta, aki oda jut, az bűnbocsánatot nyert. Bűnbocsánatot pedig az nyer, akinek vannak bűnei. Tehát szeretném, hogyha megértenénk, hogy nem az marad ki Isten országából, és nem azért marad ki valaki, mert sok vagy nagy bűn követett el, mert lehet bűnöd bármilyen nagy, olyan, mint a vér, azt mondja Isten igéje, ha azt megbántad és elhagytad, akkor bűnbocsánatot nyer.
Ellenben, ha egyetlen bűnünk marad, amit mi kicsinek számítunk, amiről beszéltünk a múlt este is, a megalázkodásról, mert Isten kijelenti azt, megjelentette nékadó ember, hogy mi legyen a jó, és mit kíván az Úr te tőled. Csak azt, hogy szeressed az irgalmasságot, és alázatosan járj a te Isteneddel. Tehát Isten elvárja tőlünk azt, és olyanok lesznek a mennyországban, akiknek nem maradt egyetlen bűnei sem, amit nem bántak meg, nem hagytak el, és nem tettek jóvá, és nem nyert volna bűnbocsánat. Nem tudom, mennyire volt érthető és világos, mindjárt számára én nem tudom, kiírta, nem is az a döntő benne, azt tudom mondani. Ha ezt az utat fölvállalom, vagy fölvállalod, hogy bánod bűneidet, bocsánatot kész Istentől, és ha emberek ellen vétettél, tőlük is bocsánatot kész, nyugodtan fordulj Istenhez, járulj bízalommal a kegyelem királyi székéhez, mert ő ígérte, hogy megbocsátja bűneidet. Ha ezt viszont nem teszem meg, akár egy bűnöm is maradjon, kin maradok Isten országából. A második kérdés, Isten mikor zárja le a kegyelmét? Hát a leghamarabb, ha dátumot szeretne valaki tudni, hogy mikor zárja le, el kell mondjam azt, hogy ilyen dátum nincs a Bibliában. Nincs olyan dátum, hogy Isten mikor zárja le a kegyelmét. Hanem azért bátran merem mondani, hogy a kegyelemnek a lezárása az egyenlő a szíved megállásával. Amikor megállt a szíved, többé nincs számodra változási lehetőség. Ez Bölcsalamon úgy fejezi ki a Prédikátorok könyvében, ahova ledőlt a fa, ott maradt. Tehát, ha akarod tudni azt, hogy hova dől, akkor most kell eldöntened, hogy merre hajlasz. Isten felé, vagy a bűn felé. Mert amerre hajlasz az életedben, a fa amerre hajlik, arra fog dőlni. Ameddig dobog a szíved, ameddig bocsánatért tudsz járulni fel a barátodhoz, ha kell, vagy Istenhez, és el tudod mondani, Isten, légy irgalmas nekem bűnösnek, és megváltozott élet követ téged, biztos lehetsz, hogy van addig számodra kegyelem. Mikor azonban a szíved megállt, és az nem használtad ki az időt, akkor eljátszottad az utolsó lehetőséget. És az emberek igaz, hogy filozófálnak, próbálnak okoskodásokat keresni, és az embereket butítani, eltéveíteni, mert vannak vallások, amelyek rá vannak épülve arra, hogy halálod után is lehet változtatni életed történetét. Azért, miután meghal valaki, pománákat osztogatnak, ajándékokat adnak, azért, hogy a megholtnak a javára írják a mennyben jó cselekedetnek. Hogy üdvözüljön. Ezek butitások. Pénzszerzési lehetőségek. Ebben nem szabad hinni. A Biblia ilyenről nem beszél. A Biblia azt mondja el nekünk, ameddig életünk van, addig van kegyelem számunkra. Addig járjunk Istenhez, és kérjünk tőle bocsánatot bűneinkre. Viszont azt is el kell mondanom, hogy igenis van Isten üdv történetében. A megváltás történetében van a kegyelemidő lezárásának is egy meghatározott ideje, ami nem csak annyit jelent, hogy te meghaltál és nincs lehetőséged a döntésre, hanem ahogy volt már a történelemben, kegyelemidő lezárás bizonyos emberek, vagy városok, vagy nemzetek életében, Isten ígéje arról is beszél, hogy lesz egy kegyelemidő lezárás az egész emberi család szemmel.
Tudjuk azt, hogy Sodoma, Gomora, Admán, Ceboim. Tehát ezek a közel-keleti városokat a Biblia gyakran emleget, akik elsüllyedtek, tűz által elvesztek a bűn miatt, akiknek lejárt Isten kegyelmi ideje, mert megáltalkodott bűnösök lettek. Tudjuk azt, hogy a Noé napjaiban egy egész világot temetett maga alá az özönvíz, mert visszautasították Isten kegyelmét. Isten ígéje arról is beszél, hogy a végső időben, mielőtt Jézus eljönne, lezárja az üdv történetet Isten kegyelmét, és erről pontosabban a Jelenések könyve 22. fejezetének a 11. versében találtok egy ilyen leírást. Amikor Jézus leteszi főpapi szolgálatát, amit most végez a mennyekben érettünk, és fölemeli kezét, és azt mondja, aki igazságtalan volt, az maradjon az ezután is, és aki szent volt, az maradjon az ezután is. Ez nem más, ez a bejelentés, mint Isten kegyelmi idejének a lezáródása. Hogy ez mikor történik, ez a Bibliában nincs kijelentve, nap szerint, év szerint, de el van mondva az, hogy milyen jelek lesznek Jézus eljövetel előtt, amiről fogunk beszélni majd az utolsó estén. Milyen jelek lesznek Jézus eljövetele előtt, és Jézus eljövetele előtt lezáródik a kegyelemidő, és kiárad a földre Isten haragjának 7 csapása. Erről olvashattok a Bibliában, akit érdekel, a Jelenések könyve 16. fejezetében, ahol a csapásokról beszél Isten igéje. Tehát a történelmi tények, a mai álláspont, a mai állapot, amit látunk a világban, azt sejteti velünk, hogy gyors léptekkel közeledünk Isten kegyelmének a lezárásához. Jézus Krisztus dicsőséges második eljöveteléhez. Jézus ezt így határozta meg. A Máté Evangélium a 24. fejezet 14. versében. És az Isten országának ez az evangéliuma hirdetetik majd bizonyságul minden népnek, és akkor eljön a vég. Tehát azt jelenti, hogy igenis lesz a kegyelmi időnek vége. Most van Isten kegyelmi esztendeje, most van az ideje a megtérésnek, az evangélium hirdetésének, és amikor az egész világon meghallják az emberek a meghívását Istennek, akár elfogadják, akár nem fogadják, a Biblia arról beszél, egyesek ellen bizonyságul lesz hirdetve, akik nem lépnek Jézus nyomdokában, ellenük lesz bizonysága hirdetett ige, akik pedig elfogadják, üdvösségükre lesz hirdetve. És az idő gyorsan közeledik felénk, mert az evangélium ma, ahogy kibéden, mindenütt az egész világon különböző formákban hirdettetik. Legyen Isten neve áldott érte. Tehát ennyit a kérdésekkel kapcsolatosan. Ha valaki, aki föltette, nem volt megelégedve vele, vagy akár közülünk bárki, aki még többet szeretne tudni róla, szívesen állok személyesen bárkinek rendelkezésére. Ma este pedig nyissuk meg Isten igéjét, és kísérjük el az Úr Jézus Krisztust egy igen fontos helyre, ami nagy jelentőséggel bír mindnyájunk életében. És hogy miért bír ilyen nagy jelentőséggel mindnyájunk életében, azt a tanulmányunk folyamán, ma este beszélgetésünk folyamán gondolom, hogy mindenki előtt megvilágosodik. Mielőtt azonban rátérnénk tanulmányunkra, hadd olvassunk el ide vonatkozóan az Isten igéből, a Máté evangéliumából. A Máté evangélium a 26. fejezetének a 36. versét olvasom, majd pedig a 39. versét. A 36. verset így olvasom. Akkor elmenne Jézus velük egy helyre, amelyet Gecsemánénak hívtak.
és mondta a tanítványoknak, üljetek le itt, míg én elmegyek, és amott imádkozom. 39. vers. És egy kisé előre menve tőlük arcra borul a könyörögvén, és mondván, Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem e pohár. Mindazáltal ne úgy legyen, amint én akarom, hanem amint te. Ez az igei rész, amelyel szeretnék foglalkozni ma este veletek, hogy milyen üzenet értéke van a Gecsebáni kertben eltöltött időnek, miért van annyira részletesen leírva Isten igében, sőt, mindenik evangélista beszél róla, csupán még Lukács evangéliumok is szeretnék felolvasni egy igeverset, ami nagyon kötődik a felolvasott igevershez, hogy megértsük annak tágabb értelmében, mi is történt a Gecsebáni kertjében. Lukács evangéliumából olvasom az igét a 22. fejezet 44. versében. 22. fejezet 44. versében így olvasom. És haláltusában lévén buzgóságosabban imádkozik, és az ő verítéke olyan vala, mint a nagy vércseppek, melyek a földre hullanak. Aztán olvasom az igéből még hozzá az 53. verset. Mikor minden nap veletek voltam a templomban, a ti kezeiteket nem vetettétek én rám, de ez a ti órátok, és a sötétségnek hatalmái ez az óra. Hát amikor a Gecsemáné kertjéről elmélkedünk, nem szabad elfelejtenünk azt, hogy szintén egy kertben történt egy tragédia. Egy kertnek nevezi azt a Szentírás, ahol Sátántól mi emberek legyőzettünk, amiről már több este is említést tettem. Ma este csak annyit róla, hogy ott, ahol a bűn legyőzött minket, embereket, ott, ahol kaptuk az örömhírt Istentől, hogy nem hagy magunkra, hanem megváltást ült számunkra, és Isten fizeti le helyettünk a bűn zsoldját, a halált, ezt a kertet úgy hívták Éden kertje, vagy más szóval Paradicsom kertje. Persze eltelt közel 4000 esztendő, amíg a Bibliát olvassuk és újból találkozunk azzal, hogy egy kertben valaki térdepel és imádkozik. Abban a kertben elrejtőzött az ember, el akart rejtőzni Isten szín elől. Ebben a kertben pedig Isten elé járult. A mi képviselünk, a mi testvérünk, aki helyünkben lépett, az Úr Jézus Krisztus. Őróla innen olvastuk ma este, hogy Jézus odament tanítványaival a felházból a Gecsemáné kertjében, és tanítványaira rábízta, hogy imádkozzanak érte. És ő előre menve imádkozott, és ezt imádkozta. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem e keserű pohár. Hogy miért volt ilyen nagy a küzdelem és a harc, és miért volt ennyire keserű a helyzet? Hát a Lukács evangéliuma kiegészíti ezt a képet, amikor arról beszél, hogy ez az óra, ez az éjszaka, rendkívül ilyen nagy küzdelem éjszaka és harc éjszakája volt. Igaz, hogyha elmegy valaki ma Izraelben, és fölkeresi az olajfák hegyének az aját, amit neveztek Gecsemáné kertjének, ott nem lát szobrot állítva. Nincs szobor állítva, hogy valamikor egy nagy küzdelem, sem hogy ki veszített vagy nyert ebben a küzdelemben. Az emberek meg vannak szokva azzal, hogy amikor jelentőség teljes harcot vívnak valahol a nemzetek egymás között, a győztesek ott, ahol a győzelmet kivívták az ellenség fölött, ott emlékművet állítanak fel. És ilyen emlékművekkel tele van szórva a föld, amely harcokról beszél, veszteségekről és győzelmekről.
Pedig olyan harc, olyan fontos harc, és olyan kemény harc, és olyan jelentőség teljes harc, sehol nem volt még földünkön, mint a Getsemáné kertben. Ott volt a történelem, nem csak az emberiség történelmének, hanem az egész üdvösség történelmének ott volt a legnagyobb harca, ami létezett valaha is. Azt mondja Lukács evangélium, hozzáteszi, hogy ki harcolt itt egymással. Azt olvastuk, Jézus az egyik oldalon, míg letérdelt és imádkozott. A másik oldalon pedig ott volt a sötétség fejedelme, Sátán. A bűn szerzője, a minden jónak ellensége, aki tönkretette az életünket, és temetőkertté tette a földünket. Ő volt a másik oldala a küzdőfél. Már megvívott vele a pusztában kint, de abban reménykedett, hogy itt, mielőtt Jézus lefizetné a válságdíjat, biztos, hogy le fogja Jézus győzni. És hogy milyen nehéz volt ez a harc, pedig hát ne képzeljétek, nem úgy volt ez a harc, hogy valaki fente a kardját ottan, vagy bombát robbantott. Nem. Hanem ez egy eszmei harc volt. Sátán és Krisztus között. A harci módszerek a következők voltak. Sátán elmondta Jézusnak azt, látod, eljöttél erre a földre, hogy megváltsd az embereket. Nézd meg, mennyire értékelik a megváltást. Tiéd közé jöttél, mondja az Isten igéje, övéi közé, és övéi nem fogadtál belőle. Aztán választottál magadnak 12 tanítványt, akik közül egyik a legértelmesebb, Júdás, ezen az éjszakán most számolják a pénzt a kezében, hogy eladott téged egy rabszolga béréért, 30 ezüst pénzért. Akit tanítottál 3,5 éven keresztül. Ott a másik tanítványod, amik a legértelmesebbek közé tartozott, Péter, aki ezen az éjszakán téged háromszor fog megtagadni, 3,5 év után azt fogja mondani, nem is ismer téged. Kikért fogsz meghalni? Mondd. Kikért fizeted be a megváltás árát? Izrael népe nem fogad el tégedet. A vezetők, a papi fejedelmek, azok üldöznek és meg akarnak ölni. Hallod? Már halszik a kiáltás, hogy feszíts meg őt. Már tervezik. Már ácsolják neked a keresztet. Ezekért fogsz meghalni? Megéri? És tudod, Jézus, ha kockáztatod sokáig ezt a dolgot, olyan mély a szakadék, és olyan széles a bűn szakadéka, hogy elválaszt téged Istentől. És ha sokáig kezeskedsz a bűnös emberért, fennáll a veszélye annak, hogy te is örökre elszakadsz Istentől, és itt maradsz a birodalmamban. De már nem kínálom fel neked, hogy a tiéd lesz az ország, hogy a pusztában felkínáltam. Ha leborulsz, imádsz engem, neked adom. Most ha veszítesz a küzdelemben, akkor az országomat se osztom meg veled. Tehát onnan is ki leszel rekesztve a mennyből, és ki leszel rekesztve a földi birodalomból is. Ebben sem osztozol. És az emberek megváltását sem tudod véghez vinni. És minden úgy nézett ki, hogy Sátánnak igaza van. Mit is mondott Jézus tanítványának, amit sose kért tőlük addig. Addig mindig ő imádkozott értő. Most pedig megkérte a tanítványokat. Maradjatok itt, és imádkozzatok értem. Mert nagy a harc, és nagy a küzdelem. A sötétség fejedelme, Sátán, összes légióival ott volt a Getsemáné kertjében. Mert ettől a döntéstől függött az egész emberiség sorsa. A tiéd és az enyém is. Ha Sátán győz ebben a küzdelemben, akkor örökre elveszünk. Ha Jézusé lesz a győzelem, akkor új lehetőség nyílik az ember előtt, és Jézus újból megnyitja az ajtót vissza az emberi család számára az Éden kertjében. Ez a tét tehát nagy.
Az embert sikerült elbuktatnia. De ha Jézus alul marad a kísértésben, itt a Gecsemánéban, akkor az emberiség örökre elveszett. Hogy mekkora volt ez a súly, hogy mekkora a bűn súlya, mert a színészek, akik lejátszódják a golgotai drámát, bizonyára láttátok, hogy van már megfilmesítve is Jézus szenvedése. Testvéreim, a vért oda tudják rajzolni. A keresztet oda tudják rajzolni az emberek. A tövis koronát is Jézus fejére. És azt is, hogy összeesik a kereszt alatt. De a bűn súlyát, a bűn méretét senki nem tudja az emberek közül felmérni és lerajzolni. Jézus pedig ez nyomta a földre. Azt olvastam az ígében, amikor Jézus letérdelt és imádkozott, belekapaszkodott a hideg földben, és olyan nagy volt a küzdelem, hogy vércseppek jöttek a veríték helyén. Vér ízadott. Gondoljátok el a küzdelmet, hogy milyen nagy volt a küzdelem. No, én nem vonom kétségbe azt, hogy az életetekben is voltak álmatlan éjszakák, nehéz pillanatok, és valamikor sokszor emberek úgy érzik, hogy nem bírják már hordozni tovább a terhet. Pedig ugye azokat sokszor mi okozzuk magunknak, és mégis nehéz elhordani. Hogy milyen nehéz a bűn terhe, testvéreim, hát azt is gondolom, hogy akik bibliaolvasó emberek, bizonyára volt lehetőségük és alkalmuk arra, hogy megérezni azt, hogy nem bántott senki. Lefeküdtél az ágyban, és nem tudtál elaludni. Érezted, mintha egy kő lenne a melledre téve. Aztán belülről úgy kikívánkozott a sóhajtás. Nagyokat sóhajtottál, forgolódtál. Talán nem is tudtad, mi a bajod. Valaki beszélgetett veled. Hangtalanul. A lelkiismereted megszólalt. És azt mondta, nem így kellett volna mondanod, nem így kellett volna fizetned. És milyen nehéz elhordozni sokszor azt, amikor érzed, hogy bűnös vagy valamiben. Én nem felejtem el azt a lányt, aki elhívtak a kórházba, hogy meglátogassam, és imádkozzak érte. Egy 17 éves lány képzeltek magatok elé, aki tele élettel. Mikor oda mentem a kórházi ágyához, szinte nem hittem, hát itt ki beteg? Ki ért el itt imádkozni? Szép arca. Amikor kitakarta, és megmutatta azt, hogy mind a két lába le van vágva, akkor összeszorult a szívem. Ilyen fiatalon. És elbeszélte a történetet, hogy ő szegényzás, és egy gazdag udvarlója volt. És a szülők nem egyeztek bele, hogy ő egymáséi legyenek. És közös megegyezésből megegyeztek a fiúval, hogy a vonat alá dobják magukat is, véget vetnek az életnek. És meg is tették. Kérdeztem, milyen érzés volt az, amikor közeledett a vonat. Azt mondja, hogy egymásra feküdtek a simpára, átölelték egymást, és hallották a dübörgést, és egyszer érezte, hogy levágta a lábát. A fiút pedig a hó taszítója a mozdonynak félredobta a sínről, és életben maradt. Egy kis korzással megúszta. És a nagy probléma az volt, hogy vigasztalást kellett volna adni neki. Valami kapaszkodót, mert nagyon magalat volt. Úgy érezte, hogy nem bírja. Nincs értelme most már. Várta a fiút, hogy eljön-e hozzá. Meglátogatja, mi lesz a történet vége. Nehéz volt, de el kellett mondanom, hogy ha nem engedték, hogy feleségül vegye, addig mi épp egészséges volt, tegyen le arról, hogy a fiú még meg fogja látogatni. Nem fogja elvenni feleség. Milyen nehéz a bűn súlya az ember életében, hogy sokszor egyetlen bűn súlya összeroskadunk.
és sokszor kétségbe esetten kiáltunk és keresjük a kiútat. El tudjátok, kedveseim, gondolni azt, hogy ma csak él a Földön mindjárt 7,5 milliárd ember. És ha csak egyetlen pillanatra engedni Isten nektek betekintést, egy olyan helyre vinne, mondjuk föl a Holdra, és adna neked egy távcsövet, hogy nézz végig a Földön, hogy egyetlen perc alatt mennyi bűnözés történik a Földünkön. Nem mondom, hogy egy 24 óra alatt. Mennyit láthatátok, mennyi rablást, mennyi erőszakot, mennyi robbantást, mennyi gyűlöletet is. Ne beszéljek arról, ami beleláthatnátok annak a 7,5 milliárd embernek, amíg él ma a Földön, a szívében és az agyában, hogy minden gondolata az embernek szüntelen csak bűnös és gonosz. Hogy megdöbbennétek tőle. És azt mondanád, Istenem, hát végtelen a te kegyelmed az égig ér. Hogy tudod tűrni ezt a sok bűnt? És gondoljátok el, mennyi ember írt a teremtés óta, és az egész világ bűne Jézus Krisztusra lett helyezve, mert ő lett a bűn hordozója, mert a helyünkbe lépett. Nekünk kellett volna meghalni örökre bűneinkért, és a helyünkbe lépett. Olyan nagy volt a súly, a küzdelem és a harc, hogy vért verítékezett. Azt mondta, Atyám, ha lehet, múljék el tőlem ez a pohár. Hát ha olvasva ezt valaki a Bibliában, mindenképpen azt mondom, ne gondoljatok semmilyen pohára. Nem volt Jézusnak a kezében pohár. Ez egy szimbólum. Mert a pohárban lehet tölteni édeset is, keserűt is. Jézus azt mondta, hogy az ő éjszakája, ezen az éjszakán, mikor a sötétség hatalmai megrohamozták, és próbálták eltéríteni a megváltás tervétől, ahogy mondtam, hogy úgy se lesz értéke, úgy se hisznek benne az emberek, nincs miért meghalnia, csak kockáztatja az életét, és játszik a bűnnel, és elszakad a bűn miatt Istentől is, örökre. Ez volt a tartalma a pohárnak, hogy keserű. Ezért volt keserű. Ezt kérte Jézus, ha lehet, múljék el tőlem. Más szóval mit jelentene? Azt mondja az evangélium, hogy Jézus volt az, aki megbékéltette Istennel a világot. Úgy képzeljétek el, hogy egyik kezével megfogta a te kezedet, a bűnös ember kezét, aki rohan a pusztulásban, aki örök halállal kellene elvesznie, a másik kezével pedig belekapaszkodott Isten trónjában. Megragadta Isten kegyelmi karját, és nem akarta elengedni, sem az Istent, sem a te kezedet nem akarta elengedni. Olyan volt, mint egy villámhárító, amely fölfogja annak a súlyát, a bűnnek azt a rettenetes éjszakáját. És ez volt, amire Jézus kérte Atyát, ha lehetséges. Akkor múljék el tőlem a pohár, azaz, hogy nem akarok elszakadni, Atyám, sem az embert nem akarom magára hagyni, sem te tőled nem akarok elszakadni. A bűnt akarom csak megsemmisíteni végle, hogy az ember megmaradjon, és a tiéd legyen a dicsőség. De mire is tanít minket ez a kert? Milyen üzenet hangzik ebből a kertből? Szeretném, kedveseim, ha ezt az egy mondatot legalább megjegyeznénk, és valahányszor kísért bennünket a bűn, akkor tudjuk kimondani ezt a szót. Amikor Jézus kimondta azt, Atyám, a lehetséges, mújjék el a szenvedés tőlem, akkor Sátán már újongott. Na még egy támadás, és vége. Jézus feladja. Feladja, nem vállalja kezességet az emberét. Megtörni homlokát a vércsepektől, és visszamegy Atyához. És az embert magára hagyja, és ez a bolygó az enyém lesz. De Jézus, amikor utána tette ezt a mondatot, Atyám, ne legyen úgy, ahogy én akarom. Én reán merem bízni. Legyen meg a te akaratod.
kimondani ezt a szót, kedveseim. Legyen meg a te akaratod. Annyira fontos üzenete ez a Getsemáné kertnek. De nem csak a Getsemáné kertből szűrődik ki ez a hang, hanem az egész Bibliának ez a vízhangja. Legyen meg a te akaratod. Mert az ember akarata és az Isten akarata ütközik minden döntésünknél. Amikor az ember akarata és az Isten akarata egybefonódik, ott megtörik Sátán ereje és hatalma. Ott nincs hatalma Sátánnak. Sátán attól fél tehát, hogy ki tudod mondani, legyen meg a te akaratod. Így tanított minket Jézus imádkozni. Annyira fontos ez, hogy belefoglalta az Úr imádságában. Mi atyánk, ki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jön el a te országod, és legyen meg a te akaratod. Ja, de te azt kérded, atyám, én is akarom. Én is szeretnék olyan lenni. Én sem akarom, hogy az én akaratom érvényesüljön. Nem akarom, hogy Sátán akarata érvényesüljön. Én a te gyermeked vagyok. Én a te akaratodat akarom cselekedni. Erre tanít Jézus, mert nektek is, mert nekünk is vannak, vagy voltak, vagy ha nem voltak és nincsenek, lesznek Getsemáné kertjeinek, amikor átvezet az út szenvedésen, ahol döntened kell a bűn mellett, vagy Isten oldalán. Vajon te ki tudod-e mondani, ha tiltakozik a tested a szenvedéstől, ki tudod-e mondani, hogy legyen meg a te akaratod, atyám? Honnan tudom az Isten akaratát? Kedveseim, itt van a Bibliában az Isten akarata. Ezért mondta Jézus, nem csak kenyére ül az ember. Isten ígében, mert ebből megismerhetem az Isten akaratát. Ha mégis akarjátok tudni, hogy mi az Isten akarat, a Timóteushoz írt első levél, második fejezet, negyedik verse, arról beszél. Az az Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön. Hallottad? Persze sokan azt mondják, csak azok, vagy csak ezek. Isten nem ezt mondja. Az az ő akarata, hogy az egész kibét üdvözüljön. Örömhíre? Hiszitek ezt? Az az Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön. És önkéntelenül felvetődik a kérdés, akkor üdvözülni fog-e vajon minden ember? Nem. És ezt nem én mondom, Jézus mondta. Tudjátok miért? Azért Máté Evangélium a 7. fejezetében mondja az Úr Jézus, a 21 versétől, mert nem mindenki, aki azt mondja néked, Uram, Uram, menjed el mennyeket országában, hanem aki cselekszi az én mennyei atyámnak az akaratát. Ezt kell fölvállalnod. Nem elég csak azt mondanom, Uram, Uram, nem elég csak énekelnem róla, Uram, Uram, hanem ki kell tudjad mondani a szót, hogy legyen meg a te akaratod, Uram. Az ő akarata pedig, azt mondja Pál apostol, a Tesalonika beletezét levele, első levele, 4. fejezet, 3. versében, az Isten akarata pedig a ti szentélételetek. Ebből mit értsed? Azt, hogy legyél elválasztva a bűntől. Ne legyél egy a bűnnel, hanem szabadulj meg bűneidtől. Az Isten szeretete, az isteni kegyelem el tud választani téged. És az Isten szeretete nem tud elválasztani a bűntől, akkor menthetetlen vagy ember, bárki légy. Nincs más módszer. Az Isten akarata mi szentélételünk. Az, hogy naponként növekedjünk a kegyelemben és az ő megismerésében. És szakadjunk el a bűntől. Szakadjunk el a bűn világától, a szenttől. Ez az Isten akarata.
mert csak így tud üdvözíteni bennünket. Miért nem tudja az egész emberiséget? Jézus maga határozza meg. Mert tágas az a kapu és széles az az út, amely a veszedelemre visz, Jézus elmondja, ahol mindennel lehet menni. Lehet menni tisztátalansággal, gyűlölködéssel, képutatással, parázdasággal, gyilkossággal, irítséggel. Ezen az úton minden elfér. És a sokak ezt az utat választák. Nem a szentség útját, nem a keskeny utat, ami az életre veszett. Hanem elpazarolják erőiket. Szétforgálják erőket és szeretetüket. A bűn számára tartogatják. És a bűn lecsapolja lelki erőinket. Szétforgálja szeretetünket. És elfeledkezünk arról, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, tégedet és engemet, hogy téged üdvözítsen. Mi az Isten akarata? Az Isten akarata tehát az, hogy ne csak annyit mondjunk, Uram, és ezzel elégedjünk meg, mert az Uram, Uram nem kulcs a mennyországban, hanem tudod, mi a kulcs? A te akarat. Ez annyira fontos, picike ez. Tudjátok, milyen picike a kulcs ehhez a házhoz képest? De ha nincsen kulcs, és be van zárva az ajtó, akkor nem élvezheted ennek a háznak az előnyeit. Mert nem tudsz bejönni. A kulcsot tehát át kell adni az Istennek. Az akaratodat. Ha átadtad az akaratodat Istennek, átadtad a kulcsot, és be tud jönni az életedbe. Hallgassátok meg Pál apostol, hogy kiállt fel, amikor találkozik Jézussal a damaszkusi úton. Az apostolok cselekedeteit írott könyv 9. fejezet 6. versében Pál apostol így kiállt fel, mikor Jézus megállítja. Saul, Saul, miért kergetsz engem? Ki vagy te, Uram? Én nem ismerlek téged. Én vagyok a názáreti Jézus, akit te kergetsz. Nehéz dologba fogtál. Menekülsz a lelkiismereted elől. Menekülsz Isten elől. Nem tudsz elmenekülni. Elég rántam. Kicsoda vagy, Uram? Aki te kergetsz, én vagyok Jézus. És mit akarsz, hogy cselekedjek? És nem azt mondta Jézus, hogy ezt vagy ezt cseleked, hanem azt mondta, menj, ahol elindultál. Van nekem ott egy tanítványom. Damaszkusban. És az majd elmondja neked, hogy mit kell cselekedni. És bement oda, és amikor találkoztak, elkezdtek beszélgetni. Ott kezdte el a damaszkusi tanítvány a beszélgetés Pál apostollal, ahol én elkezdtem az első estét itt nálatok. Azt kérdezte a tanítvány. Elmondta Pál, hogy mit mondott neki Jézus. Hogy jöjjek ide, és te elmondod, mit kell cselekedni. És akkor azt mondja Ananiás a tanítvány. Most pedig miért késedelmeskedel? Kelj fel azért is, keresztelkedjél meg! A bűnök bocsánatára hív segítségül az ő nevét, hogy adjon neked erőt arra, hogy a hitet fusson át a cselekvésben. Ne csak Uram, Uramban merüljön ki az egész, hanem merjél lépni egyet a Krisztus útján. A Jordánnál kell elkezd. Az alámerít. És aztán vállalt fel a Krisztus útján, egészen a Getsemánéig, még akkor is, amikor nagy szenvedéseid vannak. Ki tudjad mondani azt, legyen meg a te akaratod. Hogy milyen fontos az akarat? Hát, hadd mondja el Jézus. Amit kikerültek sokszor a papok, mert nem volt szép látvány. Amit kikerültek sokszor az írás tudók és a farizeusok. Pedig ott volt közel a templomhoz. A Biblia arról számol be János evangéliuma 5. fejezetében. Volt ott egy kórház. Akkor nem úgy hívták, hogy kórház, hanem úgy hívták, hogy tornác. De a tornáca betegeknek volt. 5 tornác volt, és mind tele volt betegekkel. És Jézus elment oda, mert az ő szeretete átöleli azokat is, akik mit sem tudnak a megváltóról, Isten szeretetéről. Elment ebben a
kórházban, a Betesda tavához, és látott ott egy ember, aki 38 éve, hogy feküdt betegen, és fölé hagyott, és megkérdezte tőle, akarsz én meggyógyulni? És ő elkezdett, ugyanúgy, ahogy mi szoktunk, kifogásokat keresni. Lehet nem rossz indulatból mindig. Mi is találunk magunknak, hogy ne kelljen lépni, ne kelljen átadjam az akaratomat, hát úgy, ahogy Jézus korában volt, hogy hívta őket, akkor azt mondták, hogy hát én most nem mehetek, mert éppen most nősültem. Másik azt mondta, nem mehetek, mert most vettem valami szántóföldet, és még meg nem is tudom milyen. El is kell ezt hinni, hogy valaki veszem szántóföldet, és nem nézi meg, hogy milyen. És én vettem ökröket, mondjuk ki kell próbálni, lássam, hogy milyen. Ezek olyan kifogások, testvéreim, amik azért történnek mind, hogy kikerüljük azt, hogy ki tudjuk mondani, legyen meg a te akaratod. Az ember elkezdett beszélni. Hát tudod, én nem tudom, hogy te ki vagy, de azt tudom, hogy el kell mondjam, nekem nincs segítségem. Én várom a víz megmozdulását, és mielőtt megmozdulna a víz, már mindig valaki oda megy, akinek van segítsége, és előbb bemegy a vízbe, előttem is, mindig csak az az egy gyógyul meg, aki előttem belép. És én mire odaérkezek, te tudod, milyen tolongás van itt? Engem már hányszor letapottak az emberek? Hányszor csalódtam? Hányszor értem le a partig? Csak éppen a gyógyulásig nem értem el. Mert nincs emberem, aki engem a vízhez vigyen, hogy meggyógyuljon. De Jézus nem ezt kérdezte. És Jézus ma sem ezt kérdezi. Nem a te kifogásaidra kíváncsi, hanem egyet kérdez tőled, és erre kell válaszolnod. És ez kerülgeted egy életen keresztül. Kikerülheted erre a választ? Kitaszíthatod erre a választ egészen az életed peremig, hogy ne állj szóba Jézussal, és nekem válaszolj. De ne felejtsd el, Jézus elől nem lehet elmenekülni. Ahogy Pál sem tudott elmenekülni, elébe állod, neked is elébe áll. És ha nem állsz vele szóba a jó dolgodban, akkor lehet, hogy ágyba kerülsz. És akkor kell beszélgessél vele. És lehet, hogy egyedül maradsz. És akiben és amiben bíztál, az mind csak szappan buborék lesz. Délibán. Mert ott hagy talán a férjed, feleséget, épp a legnehezebb időszakban, vagy lemond rólad a gyermeked, vagy a testvéred, és egyedül maradsz egy házban, és érzed, hogy az erőd óráról órára fogy, és érzed, hogy a szíved mind lassabban és nehezebben dobog, és érzed, hogy minden óra ketyegése közelebb visz a végső pillanathoz, és akkor elődbe áll Jézus. Csak nem biztos, hogy lesz erőd már válaszolni erre. Ma este még válaszolnál? Ma este Jézus még kérdezi tőled. Akarsz így meggyógyulni? Miért tettek el Jézus ezt a kérdést? Mert a Szentírás ezzel van telekedve. Mikor Jeruzsálemet elsiratta az Úr Jézus az olajfák hegyén így. Jeruzsálem, Jeruzsálem! Te, akit úgy szeretlek, akikért eljöttem! Hányszor akartalak titeket egybegyűjteni, mint a tyúk az ő kis csirkén szárnyai alá? De te nem akartad. Te nem akartad. És ha te nem akarod, akkor nem tud egybegyűjteni. Az egész Szentírás tanítása ez, kedveseim. Ezzel fejeződik be a Szentírás a Jelenések könyve 22. fejezet 17. versében. Az utolsó könyvben. Az utolsó üzenete Istennek ez. A lélek és a mennyasszony azt mondják, hogy jövel. És aki hallja, mondja az is, hogy jövel. És a szomjazik, jöjjön el.
És aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. De akarnod kell, innod kell belőle. Jézus nem a keserű borra kínálja fel néked. Azt ő megitta. Neked az életvizét kínálja. Mit válaszolsz te erre a kérdésre, ma Isten? Akarsz-e meggyógyulni? És ha mégis azt mondanád, mint a 38 éves beteg, hogy nincs emberem, arról holnap este fogunk beszélni. Ám előlegezni csak annyit. Ott állt Jézus tövis koronával a homlokán, Pilátus tornácában. Kinn a nép már türelmetlen volt, és követelte. Követelték, hogy Jézus adja ítéletre, és feszítsék meg. Kivezette Jézust és Barabbást tornácra is. Ezt mondta neki. Imhol az ember. Imhol az ember. Nincs embered? Akarsz meggyógyulni? Kérdezte ma este Isten. Azt mondod, nincs embered. De igen, van. A Názáret. Jézus. Aki ott van, a legfelsőbb törvényszéknél, a világ mindenség, legfelsőbb törvényszékénél, ami máma kegyelem trónja. És azt üzeni néked, akarsz meggyógyulni? Járulj bízalommal a kegyelem királyi székéhez, mert ő azért van ott, hogy vérére hivatkozva kegyelmében részesítsen téged, és azt mondja néked, amit mondott a birtokosnak, aki hozzám. Az így ment hozzá, Uram, ha te akarod, meggyógyíthatsz engem. Mit mondott Jézus? Nem akarom. Nincs időm. El vagyok foglalva. Több a dolgom. Tűnjetek! Lehet, hogy én ezt mondtam volna. Jézus nem ezt mondta. Akarom. Gyógyulj meg. És abban a pillanatban meg. A te hited megtartott téged. Ennyire egyszer. A Gecsémáné kertnek tehát az üzenete, kedveseim, nem más ma este, mint az, hogy Jézus győzött Sátán felett. Eldöntötte, bármilyen árba kerül az ember megváltása. Ha kell, a Golgotára megy. Lefizetem a váltságdíjat. És ott dőlt el az emberiség sorsa a Gecsemáné kertben. Amikor az emberiség sorsa kockán fordult, Jézus vállalta, hogy helyünkbe lép. Te vállalod azt, hogy az ő útjára lépsz? Hadd idézem, a kezdőigét is hadd fejezzük azzal, amivel elkezdtem az első este. Jézus azt mondta a hallgatóinak. János Evangélium a 12. fejezet. 26. versében, aki engem szolgál, az engem kövessen. És ahol én vagyok, ott lesz az én szolgám is. És higgyétek el, hogy Jézus szeretete ma is győz. Ma is vannak emberek, akik nem gondolkodnak a döntésen, hanem tudnak válaszolni Jézusnak. Akarok meggyógyulni. Hála legyen neked, Istenem! Hogy van ember, van emberünk, imhol az ember, aki értünk hordta a keresztet és a tövis koszorút. Fölment a Golgotára, ma este hívott téged. Ma este újból próbálkozott megállni szíved ajtajánál, és azt mondani, én akarom, tisztulj meg. Mondd ki tehát, te is, neki is lehet. Nem is kiskapukat, ne keresd kifogásokat, hanem ma este mondd ki, Uram, félek, Uram, nem tudom, mi lesz a jövő, ez nem olyan egyszerű, ez nagyon nehéz,
Hányszor hallom az emberektől, ha hívő leszek, hát éppen halok. Ha hívő leszek, hát akkor kinevettek az emberek, azt mondják, elment az eszem. Mit mondasz te Jézus hívásán? Ameddig azt mondogatod, hogy hát jaj, hát nem lehet. Jaj, hát nem megyek, mert hát ez sem lehet, az sem lehet, amaz sem lehet. Jézus nem ezt kérdi tőle. Akarsz-e meggyógyulni? És ha te ki tudod mondani a szót, Istenem, segíts engem, hogy Jézus nyomdokába lépjek. Jézusom, fogd a kezemet, ki értem vért verítékeztél, ki kiittad a keserűvára, ki hívtál ma este engemet, hogyha hallottad hangomat, jöjjek te hozzád. Uram, akarok. Uram, akarok meggyógyulni. Nehéz kimondani ezt a szót. Ha én azt kérném ti tőletek ma este, testvéreim, küldjük Isten felé az üzenetet. Mondjuk el néki azt hangosan, amire vágyik szívünk és lelkünk. Kíváncsi lennék arra, hogy hányan lennünk ma este, akik azt tudnánk mondani, miután jártunk Jézussal a Getsemani kertjében, láttuk szenvedéseit. Ma este, Uram, ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem folytassuk együtt. Legyen meg. No, nem meg. Legyen meg a te akaratod. Hallgass meg, Istenem. Amen. Amen.